Egész június hónapunk ez a cigány gyermekeknek a táborozása van. Az a hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek lehet, hogy csak ez az egy lehetőségük van valahova kimozdulni azokból a körülményekből, amikbe élnek, mert tudjuk, akik ott szolgálunk közöttük, látjuk azt, hogy nagyon nehéz sorsuk van, nagyon nehéz körülmények között. Mikor egy családban van 10-12 gyermek, ott szó nem lehet arról, hogy valahova elmenni, elvinni őket, pihenni, kirándulni. Úgyhogy támogatásokból tudjuk ezeket a heteket szervezni. Most ezen a héten Tivadar, Bökény, Péterfal és Badalóból vannak itt a cigánygyermekek. 50 gyermeket látunk most vendégül a központban, de folyamatosan egész hónapban fognak jönni a gyermekek. Jövő héten olyan 80-90 gyermek lesz itt. A jövő héten Nagyberegről jönnek, Szernyéről, utána héten jönnek a Dobronyból, Kisdobrony, Dimicső, Tiszák telekről, onnan is szintén egy olyan 80-100 gyermek fog jönni. Utána tervezzük a június utolsó hétvégéjén, ez már nem a cigány gyerekeknek, hanem ez a rászoruló gyermekeknek a tábora, mert azért nem csak a cigány gyermekek közt vannak olyan gyerekek, akik rászorulnak és tényleg nem tudnak sehol menni, mert sajnos, hogy olyan ott úgy élünk, olyan helyzetben élünk, hogy nagyon sok családnak, aki még a mindennapi kenyere sincsen meg, és a legnagyobb vesztesei ezeknek általában a gyermekek, akik nem tudnak ez ellen tenni semmit. Tavaly is meghirdettük ezt a tábort, a rászoruló gyermekek táborát, tavaly is segített a szeretetszolgálat, úgyhogy idén is szeretnénk 50 gyermeket a hónap utolsó hétvégén vendégül látni, egy kicsit felragyogtatni az életet nekik, hogy kis boldogságot, mert látjuk itt a gyermekeknek a már viselkedésén, meg a hozzáállásán, hogy hát ők ilyenben nem voltak rész, ilyet nem tapasztaltak, olyan alapvető dolgokra nincsenek megtanítva ezek a cigány gyermekek, hogy hogyan kell fürödni, hogyan kell fogat mosni, már az, hogy olvasni, meg imádkozni, ezeket már nem is mondom, mert az már nagyon nagy luxus lenne. Utána a következő hónapban is szintén július első hetében várjuk a Csongori gyülekezet bejelentkezett, hogy ők jönnének a gyermekekkel. A második héten szintén még egy cigány gyerekeknek a tábor lesz, akkor jön a déli tábor Nagy Dobronyból, ott is olyan 80-100 gyermekkel. Augusztus hónapban is van két hetünk, akkor jön egy német hét a Krisz szervezésében, jönnek német fiatalok, és a fiatalokat tegyük össze német, hát ilyen tanfolyamszerűség, foglalkozás, szórakozás, és végül utána meg jön valamint Dobronyban egy ilyen cigány gyerekekből egy foci csapatot szerveztek, és ők jönnek egy hétre, edzőtáborozás, valami ilyesmi. Reggel azzal kezdjük, amikor felkelünk 7 órakor, 7 órakor van ébresztő, 7:30-kor reggeli torna, amit szintén furcsa nekik, ők szaladgálnak, de az, hogy ilyen megszervezetten reggeli torna legyen. Amikor ők tornáznak, akkor mi a vezetők elvonulunk oldalra, egy áhítatot tartunk, megbeszéljük a napi programot, hogy mi fog menni. Van egy programfüzetünk, most a József történetét vesszük, és este a 10 parancsolatot vesszük át az evangelizációs sorozaton. Utána, mint ahogy láttuk az elejéb is, 8 órakor van a reggeli, 8 reggeli után van egy szobatakarítás, utána elvonulnak a gyerekek egy csendes áhítatra, aztán amikor ennek vége, majd 10 órakor kezdődik az előadás, amin ha minden sikerül, akkor részt is fogunk venni, meglátjuk, milyen szépen tudják dicsőíteni az Istent énekszóban, és utána van egy kis szabadfoglalkozás, hogy szaladgálhatnak, fotballozhatnak, mert azért meg kell a szabadságot adni nekik, nem hogy mindig lekötve őket, hogy van egy annyira szigorú program. Fél egyik szaladgálnak, fotballoznak, van ugrálóváron, felfújjuk, játszanak. Fél egykor van az ebédünk, délután, megint ebéd után van egy szabadprogram, aztán 3 óra után kézműves foglalkozás, de közben vannak kerékpárjaink, 11 órakor elmegy egy csoport kerékpározni, ebéd után elmegy a másik csoport kerékpározni vezetőkkel, és délután meg szeretnénk egy vetélkedőt, meg mindig van egy programot csinálunk, máma éppen vetélkedő lesz, ezért is buzdítsuk őket, erősítsük, és aztán később majd jön a vacsora, fürdés, evangelizáció, és akkor 9:30 körül lefekvés. Amit egy kicsit nehéz megszoktatni velük, hogy már 9-kor lefeküdjenek, mert ők megszokták azt, hogy 10-11, meg éjszaka 1 órakor fekszenek le, de szót fogadnak.